Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2023. augusztus 1-én, kedden, pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Petőfi Sándorra emlékeztek július 31-én, halálának 174. évfordulóján. Befejeződött az Ipari Területfejlesztések Kiskörösön című projekt. A szomszédvárban is elkezdte a felkészülést a Soltvadkerti TS Solt út csapata. Kiskörösváros önkormányzata, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, valamint a Krámer Alapítvány szervezésében Petőfi Sándor halálának 174. évfordulójára emlékezett a város július 31-én a szülőház kertjében. A szervezők az eseményre zenei műsorral készültek. 174 évvel ezelőtt esett el Segesvár mellett Fehéregyháza közelében a szabadságharc költője Petőfi Sándor, akinek neve elválaszthatatlanul egybefor Kiskörös nevével és történetével. Július 31-én halálának évfordulóján tartott városi megemlékezés a szülőház kertjében kezdődött Hunyadi Edit szavalatával. Ott essem el én, a harc mezején, ott folyjon ki ifjúi vér szívemből, s ha ajkam örömteli végszava zendül, hadd nyelje el azt az acéli zörej, a trombita hangja az ágyú dörej, s holtestemen át fújó paripák szágódjanak a kivívott diadalra, s ott hagyjanak engemet összetiporva. Ott szedjék össze elszórt csontomat, ha jön majd a nagy temetési nap, hol ünnepélyes, lassú gyászzenével, s fátyolos zászló kíséretével. A hősöket egy közös sírnak adják, kik értet haltak. Szent világszabadság! A vers után, melyben a költő megjósolta, előre látta a halálát, Domonyi László polgármester mondott emlékbeszédet. Irigylésre méltó volt az élete, irigylésre méltó meghalása, irigylésre méltó halhatatlan léte. Élt kora ifjúságától kezdve abban a teljes tudatban, hogy amit teremt, az őt halhatatlanná fogja tenni, s azért őt áldani fogják, és annak előérzetében, hogy a szent érzelmekért, amiken felhevült, ifjan fog meghalni. És meghalt így, hogy örökre ifjú maradt. S még halva sem hagyta magát egy szűk sírban összeszorítani, eltűnt. Az emlékbeszédet követően Petőfi első köztéri szobránál koszorút helyezett el Kispálné dr. Luca Ilona, az Országos Petőfi Sándor Társaság elnöke, a résztvevők pedig egy szál virággal rótták le kegyeletüket a költő előtt, ezt követően dr. Tóth Ákos tárogatóművész adott koncertet. Tavaly szeptember 15-én volt 125 éves a mai modern tárogató. A hangszert a 19-20. Század fordulóján Sunda Vencel József hangszerész mester reformálta meg, és alakította a kor igényeinek megfelelően. A kiskörösi közönség az ebből az alkalomból összeállított koncertet láthatta a megemlékezésen. Bízom benne, hogy nem csak a dallamokkal, de pár nagyon érdekes információval is majd a közönség számára szolgálhatok, és hát ne felejtsük el azért, hogy itt állunk a Petőfi szülőháznál, az első köztéri szobornál, és természetesen föl fognak csendülni Petőfi által írt versek, és azok megzenésített változatai. A koncert a megzenésített Petőfi versek mellett főként a népi hagyományokból építkezett, de a sokszínű műsorban a klasszikustól a verbunkos, csárdás, ugrós táncokig számtalan zeneszám felcsendült. Lezárult a Széchenyi 2020 terület és településfejlesztési operatív program keretében megvalósult TOPOS Ipari Területfejlesztése Kiskörösön című projekt. Az ipari terület kialakítására a Kiskörösváros önkormányzata közel 110 millió forint támogatásban részesült. Közel 110 millió forint támogatásból valósította meg Kiskörösváros önkormányzata az Ipari Területfejlesztése Kiskörösön című projektet, mely a Széchenyi 2020 terület és településfejlesztési operatív program keretében valósult meg.
Igen, az Akasztói út mellett mindenki látja, hogy egy 15 hektáros területet a végén kitakarítottunk és alkalmassá tettük most már projektfejlesztési területté. Előtte még a TOP programok keretében Kiskörösvárosa nyert 110 millió forint körüli összeget, amiből megvalósítottuk az ipari parknak a bevezető útját, illetve az ipari park bejáratánál csatlakoztatással lehet majd a vizet és a szennyvizet az ipari parkba továbbfejleszteni. Tehát ezek ki vannak építve. Az Európai Uniós támogatás segítségével az új terület 5 hektáron került kialakításra, a 14,58 hektár nagyságú ingatlanon. A fennmaradó terület rendbehozatalát már önerőből valósította meg a város. Most még infrastruktúrálisan nem áll azért annyira készen ez a terület, hogy elkezdjük kiparcellázni, és várjuk a jövőbeni lehetőséget további fejlesztésére ennek a területnek. Bízom benne, hogy az Európai Uniós pénzek megérkezésekor lesz lehetőségünk továbbfejleszteni. Az új munkahelyek teremtésével a település népesség megtartó ereje fokozódik, a fiatal szakképzett munkaerő helyben tartása a gazdaság minőségi fejlődésére is jelentős hatást gyakorol. Mindenképpen azt szeretnénk, hogy ez a 15 hektáros terület is a városban élő vállalkozásoknak adjon lehetőséget fejlődni, és mi ezért szeretnénk lehetőséget biztosítani rá. Mindenképpen pozitív a hatása, hiszen adófizető vállalkozásokat telepítünk, azoknak adunk lehetőséget, ezzel növeljük a foglalkoztatottságot a városban, és természetesen növeljük a város bevételeit is. Domonyi László polgármester elmondta, hogy sok az érdeklődő az ipari park parcelláira, azonban a tényleges átadásra még legalább 2 évet kell várni. Litauszki Tibor természetfotós, aki Németországban él, de helyi kötődései is vannak, már számos nemzetközi pályázaton ért el sikereket. Az utóbbi időben azonban az egyik nemzetközi elismerést követte a másik. Litauszki Tibor természetfotós kezdetektől autodidakta módon tanulta a fotózást. Mára azonban már sorra hozza el a legnagyobb elismeréseket különböző nemzetközi fotópályázatokról. Elmondása szerint a kezdeti lépéseknél nagy hatással volt rá a Soltvadkerti Daróczi Csaba fotóművész. Daróczi Csaba az ország egyik legjobb természetfotósa. Hát amikor én elkezdtem fotózni 2008-ban, akkor még én nem is volt értékelhető képem, és az első igazán nagy benyomás, amit úgymond úgy asszociálok, hogy az ő előadásán voltam 2014-ben, azt hiszem, Akasztón egy ilyen talán sziki napok keretein belül volt egy videós előadása, és természetesen ott voltam az előadáson, és ittam a szavait, hogy ezen a Akasztó és Kiskörös Soltvadkerti tájegységen milyen nagyszerű fotókat tud felmutatni évről évre, és úgy éreztem, hogy ő egy olyan fotós, aki igazi példakép lehet számomra. Az első fotóit itt a Kiskunságban készítette, de később más tájegység természeti értékeivel, csodáival is megismerkedett. Az első és a legkedvesebb ez a Kiskunsági Nemzeti Park, Kiskörös és Akasztó környéke, ugyanis itt születtem, itt nőttem fel, itt ismerem tulajdonképpen a rezgését a természetnek. A második Sárvár és környéke, ugyanis feleségem sárvári születésű, és az Őrségi Nemzeti Parknak is már bizonyos részeit elég jól kiismertem. Tehát amit nem találok meg a Kiskunságiban, azt én megtalálom az Őrségiben. Időközben úgy hozta a sors, hogy mi Németországban telepettünk le, és ott viszont pont azokat a növényeket és állatfajokat találom meg, amik itt Magyarországon nincsenek. A hosszú évek kitartó munkája aztán meghozta számára a sikert. Az utóbbi pár évben elég jól szerepelek ilyen fotópályázatokon. Talán ami a legjobb és a legjobban büszke vagyok rá, az a német GDT fotópályázaton az egyéb állatok kategóriában elért első helyezés.
egy bizonyos, az a címe a képnek, hogy Szellem csókja. Ez egy téli araszoló látható, és mellé egy szellem alakzat. Az év elején a spanyol Memorial Maria Luisa nemzetközi hegyi és természetfotós pályázaton Litovszky Tibor ezzel a fotójával a kreatív fotó kategóriát nyerte meg. Emellett az állatok kategóriájában egy mókusos fotóval is remekelt. Nem sokkal később egy olasz szervezésű természetfotós pályázaton az Áthúzás című fotóját, amely egy szikestó felett átrepülő lúdcsapatot ábrázol, a finalisták közé emelte be a zsűri. A kiskörösi székhelyű Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány minden év júliusában két turnusban szervez nyári tábort a daganatos betegségből gyógyult gyermekek számára a Kiskörösi Rehabilitációs Központban. A múlt hét folyamán 14 és 18 éves korú gyógyult gyermekek táboroztak Kiskörösön. Július 24-én kezdetét vette a Kiskörösi Minden Jó Tábor második turnusa, melyet az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány szervezett a Kiskörösi Rehabilitációs Központban. A tábort idén 20. alkalommal szervezték meg. A nagyok táborába 14 és 18 év között érkeznek gyerekek. Körülbelül ugyanazok a programok vannak, mint a kicsiknél, de a mai nap egy különleges nap a nagyok táborában, és Bos érkezett hozzánk, akikkel a gyerekek barkácsolnak. Laptop tartót készítenek, és egy magas ágyás lesz majd, amiben növényeket fogunk együtt ültetni. Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2013 óta minden évben két nyári tábort szervez a daganatos betegségből gyógyult gyerekeknek Kiskörösön. Idén július 24-e és 28-a között élvezhették a gyerekek a nyarat a Mező utcai Rehabilitációs Központban, a nagyok táborában. De a gyerekekkel nagyon jól el lehet beszélgetni. Sokukat már évek óta ismerünk, nagyon könnyen megnyílnak nekünk, és mindig olyan nagy beszélgetésekkel zárjuk le az éjszakát, hogy úgy mennek el lefeküdni, hogy valami lezárása, valami emlékkel, valami szép dolggal fejezzünk be egy-egy napot. A gyerekek közül többen már nem először vesznek részt a táborban, azonban akad olyan is, akinek ez az első ilyen élménye. Ezeknek a gyerekeknek a rutinos táborozók segítenek beilleszkedni ebbe a csodálatos közösségbe. Nap mint nap számos interakciós játékokat játszunk együtt is, számos elfoglaltságban például pingpongozunk, ez is összehozza a csapatot, vagy játszunk bast is, ez is egy nagyon jó csapatépítő játék. Igazából megismerjük egymást, kedvesek vagyunk mindenkivel, és segítünk egymásnak, és mindenki belerázódik hamar a napi rutinba, hogy mi hogy működik. Szerintem ez leírhatatlan, és nem tudom szavakkal elmesélni, hogy mi is történik itt, hiszen olyan a hangulat, ami, de tényleg leírhatatlan. Szóval ez annyira csodálatos közösség, ez gyakorlatilag egy kis család. Azok a fiatalok, akik már betöltötték a 18. életévüket, már nem táborozóként vesznek részt a programban. Mi ide jártunk, mint gyerek, és látták bennünk a potenciált, hogy ebbe a klubba be tudunk kerülni, és hogy mi egy erős csapatot tudunk alkotni, úgyhogy most már nem mint gyerek, hanem mint kísérő járunk ide, és ugyanúgy segítjük az alapítványt, mint ahogy ők segítettek minket. Igazából ez nekünk nagyon jó, mert mi ezt szeretnénk visszaadni azt, amit ettől az alapítványtól kaptunk, és így sokkal jobban sikerül. Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány szeptembertől ismét szeretné megszervezni hétvégi gyermekprogramjait, valamint újra lesz Kiskörösi bajnokok versenye. Megkezdte a 2023-24-es labdarúgó bajnoki szezonra való felkészülését a Bács-Kiskun vármegyei első osztályban szereplő Soltvadkerti TS Soltúd csapata. A Gárda Molnár László edző vezetésével heti 3 edzéssel, valamint felkészülési mérkőzésekkel készül a bajnoki rajtra. Szinte egy időben kezdte meg a Kiskörösi LC csapatával a Bács-Kiskun vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság 2023-24-es szezonra való felkészülését a Soltvadkerti TS Soltúd gárdája. A fiúk heti 3 edzés mellett felkészülési mérkőzésekkel is készülnek a bajnokságra. Az együttes az első edzőmérkőzését a szegedi VSR csapata ellen játszotta, ahol elsősorban a terhelésen volt a hangsúly. Jól kezdtük magát a mérkőzést Szegeden, de aztán az eredmény nem teljesen úgy alakult, ahogy mi szerettük volna. Nincs ezzel baj a felkészülésben, azt gondolom a hibák kijöttek.
talán több is, mint amire én így elsőre számítottam, de legalább megmutatta a mérkőzés, hogy miben kell módosítanunk, miben kell változnunk. Egyébként az eredmény az 7-4 lett, tehát az mindent elmond magáról a mérkőzésre, azt gondolom mind a két oldalon, de mondhatom azt, hogy lehetett volna akár fordítva is, némi túlzással, mert a helyzeteink megvoltuk végén, és nem rúgtuk be, szóval egyik csapatnak a védelme sem volt túl erős ezen a mérkőzésen. Molnár László edző elmondta, hogy számos változás történt a játékos keretben, így többen is távoztak az együttesből, vagy a vármegyei harmadosztályban szereplő helyi gárdánál folytatják tovább az aktív játékot. Emellett a klubnak sikerült új játékosokat is leigazolnia. Az első igazolásunk a Hauk Martin volt, aki Mékútból jön hozzánk, és érkezett még a Ámán Áron, aki a Dunaföldvárból érkezik, és aztán később alakult, hogy jött vele a Grácer Máté, aki még egy fél évvel ezelőtt a Dunaföldvárba játszott, most Sárosdról érkezik hozzánk, nyilván ott a Veszeli Benjaminnal ők együtt tudnak jönni, tehát ez egy abszolút reális lépés volt. A játékos keretben további változás történt a kapus poszton is, mely szerepet Eifert János mellett a János Halmi csapatból érkező Faddi Dávid tölti majd be. A gárda céljai közé tartozik, hogy a tavalyi 7. hely után előrébb végezzenek a tabellán. Az együttes a bajnoki szezont augusztus 13-án kezdi meg, amikor hazai környezetben fogadják a kecskeméti LC csapatát, a szomszédvári rangadóra pedig november 5-én kerül sor a kiskörösi Revalópár sporttelepen. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Petőfi Sándorra emlékeztek július 31-én, halálának 174. évfordulóján. Befejeződött az ipari területfejlesztések Kiskörösön című projekt. Litauszki Tibor természetfotós sikert sikerre halmoz nemzetközi pályázatokon. 20. alkalommal került megrendezésre a Nagyok minden jó tábora. A szomszédvárban is elkezdte a felkészülést a Soltvadkerti T.R. Solt út csapata. Kedves nézőink, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, legközelebb új híradóval holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor és holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskoros.tv.hu oldalon vagy a közösségi médiában. A híradót követően Naprakész című műsorunk következik, ezt követően Petőfi tér című kulturális magazinunkat tekinthetik meg. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is, viszontlátásra!